Parancsol. Két fél konyakot lehetne? Talán. Két fél konyakot legyen az szíves. Hát... Azért ez mégiscsak más. Kellemes. Bár egy kicsit megijedtem az előbb, hogy olyan sokan voltak. Hát aztán valahogy úgy rendbe jött minden. Igen. Jó. De valahogyan furcsán sikerült ez az egész dolog, pedig úgy készültem, hát ugye erre a napra, ugye erre a találkozásra. Én nem értem valahogy ez velem mindig így van. Furcsán sikerülnek az ügyeim, a dolgaim. Emlékszem egyszer úgy két éve, két és fél éve, majdnem megnősültem. Összeismerkedtem egy nagyon kedves lányjal, és hát talán mondhatom, hogy neki is rokonszenves voltam. Több is volt, mint rokonszem. Már úgy volt, hogy házasság lesz a dologból, de hát a lánynak oda kellett volna költöznie, nem akart. De nem akart szüleimhez költözni ebbe a lakásba. És hát én meg nem hagyhattam őket, mármint a szüleimet. Még se hagyhattam őket egyedül, magukra. És így aztán vége lett ennek a ügynek, ennek az én házasságomnak, hogy így mondjam. Az én életemben is van egy ilyen befejezetlen rész, ami úgy abba maradt. Igen. Nekem is volt valaki, aki elég hosszú ismerettség után, talán a távolság miatt úgy megszakadt köztünk a kapcsolat. Ő más városba került dolgozni, és végig nem lett belőle semmi. Csak a távolság miatt? Főleg az játszott közre így kettőnk életébe. Utána kerültem fel Pestre. De itt Pesten is volt egy, mondhatom, egy állomás. Ami, milyen volt ez az állomás? Nem lehet, ami nagyon szépen és romantikusan kezdődött, de hát a befejezés elég szomorú és elég tragikusan végződött. Tragikusan? Mondhatom azt, hogy a tragikusan. És mégis hát mi volt ebben? Hogyan lett ez mondjuk ennyire tragikus? Nekem is volt az életemben egy olyan valaki, akit nagyon szerettem. A sors hozta úgy, hogy mégse lehetett úgy, hogy mi szerettük volna, mert az illető meghalt. És azután továbbiakban úgy éreztem, hogy nem tud lekötni senki. És egyedül éltem az életemet, a munkámnak, a betegeimnek. Eleinte jól is éreztem magamat az emlékemmel és a munkámmal, teljesen lekötött. De most az utóbbi időben kezd üres lenni az életem, és érzem azt, hogy mégsem tartozom senkihez már a magánéletemben. Ha nem teljes az életem így. Itt is lehet valamiképpen teljes. És talán mégse lehet az, hogy az ember mindig csak az emlékeire gondoljon. Nem. És a betegeivel foglalkozzon. Kell az, hogyha hazamegyek a munkából, akkor legyen, akivel megbeszéljem a nap eseményeit. Hát igen, talán itt kezdődne az, amit úgy mégis emberi életnek lehetne nevezni. Tudja, ha ketten úgy egy kicsit együtt vannak, és hát mégis el tudnak beszélgetni egymással. Én úgy érzem, hogy hát, talán nagy szó, de ez a legtöbb. Egyáltalán ez a legtöbb.